A közbeszédben egyre több szó esik a mozgás fontosságáról. A mindennapi testmozgás az egészséges életmód egyik alappillére, és ez is egy olyan dolog, amelyet nem árt már egészen fiatalkorban elkezdeni. Idén is megszervezték a Sportág Választónapot a Birok Szabó Magda Tagintézménye tanulói számára, akik szerencsére Tóth Adrien beszámolója szerint egészen sportosak. Sokféle mozgásformát próbáltak már ki a gyerekek, többen is rendszeresen járnak edzésekre. Az iskolánkban nagyon sokan táncolnak, sportolnak, úsznak, különböző sportágakban vesznek részt, és aktívak. Mozgásigényük nagyon nagy, non-stop mozognának, és élvezik, tehát ők nagyon élvezik ezt a mozgásformát, mint bármilyen mozgásformát. A délelőtt folyamán 9 különböző mozgásformát próbálhattak ki az alsósok vetés-forgó rendszerben. Volt box, judo, Shaolin kung fu, lábtollabda, birkózás, aerobik, zumba, foci és jégkorong. No meg persze tánc. Minden évben erre van szerencsére példa, hogy itt ismerkedik meg az adott sportággal, és utána kedvet kap hozzá, jelentkezik és jár. S ha már tánc, ezt a szekciót egy egészen különleges csapat népszerűsítette a gyerekek körében. Mészáros Gábor, a Be Cool Dance Team alapítója, vezetője az akrobatikus rock'n'roll világába kalauzolt el a gyerekeket. Ez az intenzív mozgásforma valójában tényleg a sport és a tánc ötvözete. Az egyesületünk, a Be Cool Dance Team sportegyesület 2012-ben alakult. Szászhalombattán, Dunaújvárosban és Budapesten vagyunk jelen. Mai nap már ott tartunk, hogy kb. 500 fővel rendelkezik az egyesület 3 területen. Nagyon büszkék vagyunk rájuk. Nagyon sokan járnak most már versenyekre, szóval ugye kb. 100-150 főnk jár havi szinten versenyekre, ilyen olyan kisebb és nagyobb versenyekre, legyenek ezek akár helyi, területi, regionális versenyek, vagy akár országos és nemzetközi versenyek. Európa bajnokaink, világkupa győzteseink és országos bajnokaink vannak, akikre nagyon-nagyon büszkék vagyunk, és azt gondolom, hogy a célunk az, hogy itt Dunaújvárosban is versenyzőket tudjunk kinevelni, olyan versenyzőket, akik elhivatottak és alázatosak a sport iránt. És igen, a csapat jelenleg 3 városban működik, köztük településünkön is. Puskás Bálint a helyi csapat képviseletében elmondta, 3 iskolával és 4 óvodával tartják a kapcsolatot. Az egészen fiatalokkal hetente egyszer, az idősebbekkel hetente 2-szer edzenek. Versenyekre is készülnek, leginkább budapesti rendezvényekre. Óvodás szinten egyelőre még csak heti 1, nem szeretnénk lefárasztani a gyerekeket, próbáljuk felkészíteni őket az iskolára is. Iskolásoknak már heti 2 van, úgyhogy ott készülünk helyi versenyekre, inkább Budapestre szoktunk járni versenyekre. Heti 2 alkalommal szerintem meg lehet tanulni ezt a táncot, amivel fel tudnak lépni a versenyeken, és szerencsére egészen jó eredményeket tudunk elérni. Szertágazó kínálatból választhatnak tehát Dunaújváros fiataljai. Akinek esetleg felkeltett az érdeklődését, a Be Cool Dance Team csapata a közösség szívvel várja a leendő tagjait, aktívak a legtöbb közösségi platformon is.